Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket az Albert Stadionból. A vendégeknél hiányzik Szakály, a csapatkapitányuk gerinc problémák miatt nem lehet itt a mai mérkőzésen. A kapuban Verbec, a védelemben Nagy, Mészáros, Simác és Korhut. Ez ugye a megszokott négyes jobb hátvéd posztján szokott váltani. Kondás Elemér ma Nagy Zoltán kapott lehetőséget, viszont a két belső védő, Mészáros és Simác is betegséggel bajlódott. Mészárosnak a mandulájával voltak problémái, Simác pedig influenzás volt a hét folyamán. Ma azonban mindketten tudják vállalni a játékot, mára felépültek a középpályán Rezes, Piszmüller, Varga és Buádla, elől pedig Kulibáli mellett ezúttal nem Szidibe, hanem Pölöskei Péter, aki vendégként tér vissza az Üllői útra. Itt pedig a hazaiak kezdő 11-e, Jova, Jovánovics, Besics, Otten, és itt van Filip Bőnig a kezdő csapatban, a héten igazolt balhátvéd. A középpályán Csukics, Józsi, Gyömbér és Jenner, valamint egy kicsivel előrébb Ionescu és Böde. Itt azért van kérdés a Fradival kapcsolatban, majd a mérkőzés elején választ kapunk, hogy ki játszik jobb oldalon középpályán, illetve ki lesz a jobb hátvéd. Alen Pjevics ugyanis megsérült a hét folyamán, így nem állhat Ricardo Moniz rendelkezésére, ő ma nincs a Fradi keretében, és a cserepadon kezd csak Szomália a mai napon. Hát igen, még volt egy kis szerencsé, és a Pölöskei picit magasabbra emelkedik, akkor megelőzi Jovát. Ez is veszélyesen jön be, Jova el is csúszott, ráadásul ott van még a helyzet, vezet a Debrecen a mérkőzés 10. percében. Hát ezt összehozta a Fradi védelem, de természetesen elsősorban az érdem Koulibalié. Ő megoldotta, lecsapott a labdára, és oda rúgta, hova nem ért már el Jova. Ricardo Moniznak rögtön van, mint törni a fejét. Adamo Koulibaly góljával a meccs elején vezet a Debrecen. Jó jött be megint a szöglet, ott látni, hogy Jova elcsúszott, Otten nem tud felszabadítani, és gyorsan, ügyesen elrúgta a labdát, már maga alól kellett kiszedni a labdát Koulibalynak, de még így is be tudta passzolni a jobb alsó sarokba. Hát fel van adva a labda a hazai csapatnak, illetve a lecke. Hosszú ideig volt sérült, most újra Kondás Elemér rendelkezésére áll. Különösen fontos az, hogy itt lehet, főleg úgy, hogy Szakály nem játszhat. Jó beadás, Ionescu! Előle kellett takarítani, ez most veszélyes volt hazai oldalon. Jenner adott középre. Jó volt a beadás, mint ahogy a Nagy Zoltán is, pedig roppant kellemetlenül jött a labda, megpattant előtte, és térdel, combbal tudott még belepiszkálni. Szakály távol létében a csapatkapitánya, a Debrecennek Mészáros, aki immáron a magyar válogatottnak is oszlopos tagja. Most neki kell figyelni, Böde a 16-osa belül Simát szereli végül, de csak röviden. Böde fordul vissza, bal lábán a labda, ez jó meglátás, csak a kivitelezés egy kicsit pontatlan, ezért Jennernek ki kell fordulnia a 16-osok kívül immár. Jenner élesen visszalövi. Ezt megúszta a Debrecen. Julián Jenner igen-igen aktív. Még a nála is azt tudom mondani, hogy a megoldások pontosságán lehetne javítani. Erre a labdára sem fejjel, sem lábbal nem tudott érkezni Ferencváros játékos. Besics passzol rossz helyre. Korhut tovább, Besics javította a hibáját, ő szerelt, ez most szép Ferencváros támadás, lábról lábra jár a labda. Most a beadás, érkeznek ott ketten, Jenner próbált fejelni, szöglet. Úgy tűnik, hogy a gól után most már magához tért a Ferencváros, Jenner továbbra is veszélyt jelent Verpec kapujára. Kiegyenlítettebb lett a mérkőzés azt követően, hogy a gól után érződött némi loki nyomás, most már ez nincs így. Józsi a szöglettel, ebben döntetlen az állás. Van érkező ember! Böde felé, Böde nem tud csúsztatni, Nagy, kihúzza. De nem túl hosszan, sőt kimondott a röviden, Bőnig fejeli vissza, Jenner. Jenner, ez jónak tűnik, majdnem öngól. Simác fejéről megy ki a labda szögletre. Hát ha Fradi nem tud helyzetet csinálni,
hogy a helyzetet veszélyesen befejezni, akkor most Simac segített tulajdonképpen. Hűha! Hát ezt Fradi játékos sem tudta volna sokkal jobban megfejelni, néhány centi hiányzott csak. De egyenlít a Ferencváros! Elképesztően jól fejelte meg ezt, Böde pedig viszonylag távol volt még a rövid oldalon, de most bejött az, amit szögletnél akart a Fradi. Pontosan Böde fejére érkezett a labda, és nem tudott Verpec védeni. Böde Dániel góllal jelentkezik a mai meccsen. Az első kaput eltaláló fejes lövés még nem is volt, és ugyanúgy, mint Koulibalynál, ott is az elsőből volt góla, a Debrecennél most is Böde csúsztat, és itt lehet látni, hogy milyen távolról csúsztatott, hát majd Kovács Zoltán elmondja a szünetben, támadóról lévén szó, hogy tulajdonképpen ez mennyire nehéz megoldás. Nincs kezezés, Jenner. Jenner elmegy onnan Böde, hoppá Jenner! Ez sárga lap lesz. Igen, már nyúl is a zsebéhez Fábián, Nagy Zoltán kap majd sárgát. Hát ezt a szépség miatt lesz érdemes visszanézni, hogy Jenner mit csinált. Az első sárga lap Nagyé a mérkőzésen. Itt. Hát igen. Nem nagyon kell hozzáfűzni semmit. Ezt bármelyik csapatból bárki csinálja. Gyönyörű. Nemzetközi szinten szoktunk több ilyet látni. Örömteli, hogy magyar pályán is van. Verpec. Hát ezért kegyetlen a kapus sors, de jó a helyzete is hasonló volt. Sőt, bizonyos szempontból teljesen egyforma, mert az első kapura menő labdából gól lett mindkét oldalon. Ismét támad a Ferencváros mellé. Csukics. Hát az egyértelmű, hogy a bekapott gól utáni időszakot követően most már dominál és irányít a hazai pályán játszó FTC. Hát ha szükség van rá, akkor támadásban bőven tud váltani Kondás Elemér, Szilibére, Kulcsára és Cvitkovicsra, gondolok elsősorban akár Bódira, de ha kell a védelembe is hozható Bernát például, de ezzel együtt is inkább támadásban van változtatási lehetősége a Debrecennek. Fradi támadás, Fradi beadás és hatalmas debreceni mentés. Valamit reklamál ott Jenner, illetve Moniz is, lehet, hogy kezezést. Minden esetre szöglet lesz, az biztos, sőt időnk sincsen nagyon lassítani. Na, azért itt a lassítás. Beadás, Jenner érkezik. Jenner ott érkezik. Koulibaly sprinttel, Bes is rúgja előle. Varga fejeli vissza. Itt a vége az első félidőnek, ígéretéhez hívem. A hajszál pontosan lefújt a Fábián játékvezető a 45. perc végén. Egy fél idő után tehát 1-1, Koulibaly szerzett vezetést a Lokinak, Böde pedig fejessel egyenlített. Izgalmas mérkőzés, minden teljesen nyitott. A második fél idő elején Jenner. Jó jön be, nincsen lett, de van les. Nem érvényes a gól. Olyan tisztán maradt ott több ferencváros játékos, hogy az ember meg is lepődött, aztán az asszisztens emelte a zászlaját. Potten fut vissza. Itt az elrugás pillanata. Hát Otten feje lehet, hogy egy kicsivel előrébb volt. Úgy tűnt, hogy Otten valóban lesen volt, továbbra is fenntartom azt, hogy a debreceniek ezzel a les taktikával, ezzel a kicsit ajaj, közben óriási hiba és nincsen szabálytalanság, Koulibaly, és most megfogja Jova. Mit csinált a kapus? Mindenkitől elnézést is kér, most Jova Levente. Hát ez nem vakmerőség volt a részéről, hanem inkább ostobaság. Addig-addig várt, amíg elveszítette, helyesebben már csak Koulibalyhoz tudott passzolni. Bőnig. Előre vágja, kicsit vaktában tán, de így is emberhez, Böde. Ionescu megnyújtja Csukics irányába, Csukics nagy harcban, Csukics megszerzi, ellövi Verpec! Óriási védés volt.
Csukić erőszakosan kiharcolta magának a helyzetet. Itt látható, itt már ő van helyzeti előnyben, és Verpes leért a földre. Nagyon nagy bravúr volt. Még egyszer Csukić helyzete. Nagy védés. Bőnik fejeli előre. Böde veheti le. Böde Simac mellett, és tovább fejeli. Helyzet Csukić, Csukić, Csukić! Nincs bent! Szöglet lesz. Vladan Csukić második zicsere ebben a játékrészben néhány perc alatt, és a debreceni védelem megint nem volt a helyzet magaslatán. Csukić elfejeli, Mészáros tudta, hogy ott már csak nagyon szabálytalanul tudta volna megállítani, konkrétan a fejbe vagy hasba rúgja. Verpet azonban megint kisegítette a csapatát. Nem tudta igazán jól ellőni Csukić, ez megkönnyítette a kapus dolgát. Besics a labda mögött. 32 méter a távolság. Azért kell önbizalom ezt onnan rálőni, lehet, hogy Besicsnek van ennyi. Besics, nem is rossz. Azért annyira nem is volt veszélyes Verpec. Ionescu. Most indul Jenner keresztbe. Ionescu indítja Jennert, hajszál pontosan. Jenner, nagy jött át vele. És ügyesen védekezett Jennerrel szemben, mert most már vissza tudott érni mindenki. Jenner azonban csinálja a cseleket. Eléggé rátekeredett a labdára, de megtartja. Jenner laposan passzol. Ionescu keresi a lövőhelyzetet, aztán kipasszolja balra. Közben meg itt fél homályba vagyunk néha a reflektorok miatt. Nagy lövés mellé! De szöglet lesz, Verpec ütötte ki a labdát. Bőnik próbálkozott. Olykor-olykor az első férdeben is volt, hogy egy-egy pillanatra egy picit a reflektorok valamelyest kihagynak, és ilyen diszkrét félhomályba burkolózik a pálya. Bőnik azonban jól látott mindent, de Verpec is. A legjobb kameraállás, hát befért volna, hajaj, befért volna ám a jobb fölsőbe. A szögletet Józsi végzi el. Ez a rövid oldalra jön, így is veszélyes lehet még, nagyon nagy ott a tömeg, nem sikerül felszabadítani, viszont ráadásul vissza is szerzi a Ferencváros, a tekerés nem veszélyes Józsitól. Visszateszi. Beadás, Böde felé, Böde át tudja venni, visszagurítja, nem, lövőhelyzet, kapufa, Szomália, és nincs gól. Hát ezt vajon hogy tudta kihagyni a Ferencváros? Már a lövés remek volt, aztán Szomália előtt ajtóablak. Csukić, a harmadik hatalmas helyzete. Jó volt a helyzet felismerése, hogy itt tekernie kell. Kapufa, Szomália pedig már nem találta el jól a labdát, ez a lassításból látszott. Hát a Ferencváros helyzetei a mai mérkőzésen is megvannak, az tény. Eltekerte két védő mellett, a Verpec nagyon rossz helyzetben volt, mert valószínűleg későn vette észre a labdát. Itt pedig a kapufa még egyszer. Hát azt hiszem, ha ez beljebb jön, hát nem tudom, hogy Verpec odaért volna, vagy sem. Böde ment keresztbe és kérte el a labdát a bedobásnál. Böde, Böde betör a 16-oson belülre, ketten érkeznek bent, Böde nem tudja beadni. Kezezést reklamálnak, a játékvezető nagyon közel áll, és nem fúj csak most, de most kifelé ad szabadrúgást. És nyugalomra inti a feleket. Böde kevergetett, ott nagy volt vele szemben. Megbeszélik a történteket. Innen, ahol én ülök, innen is a Fradi szurkolók 11-es reklamáltak kezezés miatt, tehát innen mi semmit nem láthattunk. Valóban valamelyes talál hozzáért Simac kezéhez. Na, ez egy jobb kameraállás. Nem. Nem gondolom, hogy 11-es kellett volna ítélnie Fábiánnak. Rövid oldalra! Veszélyes volt, nem is kicsit jobb a pöröl is a védőivel. Elment keresztbe a labda. Négy támadó most, öt védővel szemben.
Ezes, Jócsel. Ott a lövés, mellé. Cvitkovics próbálkozott. Ez persze akár még a Ferencvárosnak is jó lehet, hogyha szellősebben védekező csapat ellen kell támadnia. Ezzel együtt a Debrecenben is benne lehet a gól. Most Koulibaly keverget, Varga jön jó a lábbal! És szabadrugás kifelé, Varga beleszállt Jovába. Azt hiszem, hogy nem szándékosan, már nem tudta a lendületét visszafogni. Elnézést is kér még a bírótól is, pedig a Jovának fáj jobban, nem Fábiánnak. Aztán persze a kapustól is. Minden esetre ez igen-igen szép és veszélyes Debrecen támadás volt, és Koulibaly volt a kulcsfigura benne. Jova jött, lábbal, és aztán, igen, ott még egy kicsit mellkasra, torokra is kapott egyet Vargától. Kirúgja Jova Bőnikhez. Ionescu-nak ez egy jó labda, átveszi Ionescu. Ionescu megveri Vargát, Ionescu visszagurítja, Perpec! Ez is kimarad. Bödelőtt. Ionescu nagyon okosan csinálta. Ricardo Moniz, azt hiszem, hogyha összeadja a helyzeteket, ami volt a Győr ellen, az MTK ellen, meg a mai mérkőzésen beleértve ezt a bödelövést is, hát ha azt mondta a Fradi edzője az MTK meccs után, hogy mit is mondott, talán azt, hogy 10 éve törekszik egy ilyen meccs alatt. Én természetesen nem kívánok neki rosszat, de hogyha ez így halad, akkor hamar vén ember lesz. Cvitkovics. Cvitkovics ellövi! Jóval üti ki, szöglet! Ezt jól megoldotta Cvitkovics Péter. Esics. Elféli Simac. Jenner. Bőnik. Jenner. Jenner adja középre. Egy ember a földre kerül. Nem 11-es lesz, hanem sárga. De 11-es. 11-est ad Fábián. És sárga lapot. Azt hittem, hogy műesésért ad sárgát és szabadrugást kifelé. Olyannak tűnt a játékvezető mozgása, megmondom őszintén, de nem, 11-est ad Fábián. Már itt a lassítás nagyon árulkodó lesz. Per döntő momentum a mérkőzésen. Kondás elemér ugyan mával fogadja, és nagyon morcosan. Ott van egy pár harc. Hát Mészáros megfogta talán Bödét, de majd biztos meg tudjuk majd nézni még más szögből is. Most egyelőre figyeljük majd a büntetőt. Mészáros kapja a sárga lapot. Józsi György végzi el a 11-est. Meccslabda a Ferencvárosnál. Verpec, aki kiválóan és magabiztosan védett az egész meccs folyamán, és az FTC csapatkapitánya Józsi György. 90. perc. Józsi berúgja! Vezet a Ferencváros! Ricardo Moniz szívéről azt hiszem akkora kövek estek lefelé, hogy az szavakba is nehezen foglalható, és mindenki ott van, a gólszerző. Én pedig majd arra kérem a kollégákat, hogy persze nézzük meg majd a 11-est is, de ami nagyon fontos, hogy nézzük meg majd az azt megelőző jelenetet. A Fradi tábor örül, csak begyötörte a csapat a második gólt, igaz 11-esből, tehát ez a gól értékén mit sem változtat. Itt a büntető, Józsi magabiztosan a labda jobbra, Verpec balra. Ez megvolt Józsi szempontjából, Verpec nem érezte a sarkot. 2 perc lesz a hosszabbítás, kapom időközben az információt, amiből lehet, hogy aztán 3 lesz. Itt az öröm miatt, meg aztán a Fradi is fog még egyet cserélni.
2-1 tehát a Ferencvárosnak, és már a hosszabbításban járunk. Jön előre a Debrecen, 5 Debrecen is elől. Itt a szabálytalanság. Hát Mészáros megfogta. A kapuhoz közelebb volt a Ferencváros játékosa. Azt hiszem Böde volt az. És Mészáros megfogta. Az látszik, hogy megfogta. Ez történt. Ítéltek már ilyenért büntetőt. Persze az is elképzelhető, hogy lesznek, akik vitatják. A harmadik perc a hosszabbításban, Klein is a pályán, debreceni szabadrúgás. És kifelé ítél Fábián. Hát Kondás Elemér majdnem a pályán. Nagyon dühös, meg a többi debreceni. Szabadrúgás a Ferencvárosnak. Megmondom őszintén, nem láttam most ott a tömegben, hogy miért fújt a játékvezető, de ezzel letelik a harmadik perc is a hosszabbításban. És már csak pillanatok lehetnek hátra. Most nézett Fábián az órájára. Jova rúgja előre a labdát. Jenner megmutatja, hogy hova kéri. Lefújja Fábián Mihály. 2-1-re egy nagyon izgalmas és nagyon érdekes mérkőzésen győzött a Ferencváros. Izgalmas volt végig, 1-1-es állásnál, és érdekes abból a szempontból, azt majd persze kielemzik az edzők meg a szakemberek, abból a szempontból, hogy milyen játékot játszott egyik vagy másik csapat, illetve hogy alakult a találkozó. Azt hiszem, hogy akik megnézték ezt a mérkőzést, azok nem csalódtak. Itt ez a 11-es lesz még az, ami vitatott momentum lesz. Ezt leszámítva a játékvezető döntések, én úgy gondolom egyértelműek voltak és jók. Ezt a debreceniek biztos vitatni fogják. Mészáros keze ott volt, és a Ferencváros játékosa közelebb volt a kapuhoz, ez tény. Győz a Ferencváros 2-1-re. Hátrányból megfordítva a mérkőzést, és most is úgy, hogy mindössze egyet tud számtalan helyzetéből gólra váltani. 11-esből szerzi meg a hazai csapat a második gólt. Ricardo Moniz együttese tehát a döntetlen és a vereség után újra győz. Összeölelkezik Jennerrel, aki talán a mezőny legjobbja volt. A debreceniek pedig, akik mondtam, hogy sok sebből véreztek a hét folyamán betegség meg sérülés miatt, nem tudták igazán játszani azt, amit szerettek volna, azt hiszem, és veszítettek. Én köszönöm a figyelmüket, következnek az interjúk. Kedves nézőink, itt áll Kondás Elemér mellettem, hát az utolsó pillanatban elveszteni a mérkőzést nem lehet jó érzés. Hogy látta a találkozót? Igen, egy vegyes mérkőzés volt, amikor mi játszottunk, volt, amikor a Ferencváros, nyilván Ferencváros hazai pályán nagyon sokat tett. Sok olyan megoldás volt a mezőnyben, ami lökések, azokat nem sikerült lefújni. Én nem értem ezt a 85. percben. Majd meg fogjuk nézni, de én úgy éreztem, hogy kifelé van rúgás, nem befelé. Nyilván játékvezető így döntött, nagyon nehéz ilyenkor bármit is mondani. Nyilván többet kellett volna még tennünk a mérkőzésen, de a srácok tették becsületlen a dolgokat. Ferencvárosnak több gólszerzési lehetősége volt a második félidőben. A meccs összképe alapján az X benne volt a találkozóban? Hát én úgy érzem, hogy itt igen, volt a Ferencvárosnak zicsere, de én úgy érzem, hogy X-re rászolgáltunk volna. Nagyon régen láttunk olyan sorozatot a Debrecentől, hogy 3 meccsen nem tudott nyerni. Mi hogy lehet ebből a minimális mélypontból kilábalni? Hát úgy lehet, hogy ezt nyilván, ha tudtuk volna X-re hozni, azért az sokat segített volna. De hát ilyenkor ugye jönnek az ilyen események, amik ellen nem igazán tudunk mit tenni. Mondás Elmérnek köszönöm szépen. És itt van már is Józsi György mellettünk, a győztes gólszerzője. Gratulálunk! Ferencváros megnyerte ezt a nagy rangadót, és azt hiszem, hogy szívvel, lélekkel játszott a csapat. A második félidőben meg is volt a sok zicser, és neked jutott ez a szerep, hogy a győztes gólt belőtt. Hogy érzed magad? Én is úgy éreztem, hogy sokat tettünk a győzelemért. Azt éreztem, hogy küzdelmes mérkőzés volt, nem volt annyira látványos. Rengeteg párharc volt. Hála Isten, végre tudtunk már nyerni egy mérkőzést, mert ezen a meccsen is azt éreztem, hogy azt történik, amit mi akarunk, nekünk vannak lehetőségeink, és most végre győzelmet tudtunk. Ugye az MTK elleni vereség után ismét talpra tudott állni a Ferencváros, és egyre szebben alakul a helyzet a tabellán is. Milyen tavasz vár a Fradira? Ugye legendásan jól szerepel a Fradi tavasszal. Hát igen, sok pontot elhulajtottunk, de a múltal már nem foglalkozunk, bízunk magunkba.
hiszük azt, hogy ha folytatjuk ezt a munkát, amit elkezdtünk, akkor sikeresek tudunk lenni, és a sorozatba tudunk majd nyerni. Köszönjük szépen a győztes gólszerző Józsi Györgyöt, látták, hallották, és itt van Ricardo Moniz is, Máté Csaba segít majd nekünk hollandul kommunikálni, úgyhogy gratulálunk a győzelemhez. A helyzetek alapján, főleg a második félidő alapján megérdemelte a Ferencváros ezt a győzelmet. A basis van de kansen, ez verdiende overwinning, denk ik? Zeker verdiende overwinning. En ja, ook al tegen Jör hadden we verdiend moeten te winnen, Pax. En nu hebben we eindelijk ons verdiende loon. Tehát egyértelműen egy megérdemelt győzelem volt. Sajnos ez korábban is megtörténhetett volna a Győr a Paks ellen. Ma sikerült győznünk, ez nagyon boldogok vagyunk. Az ilyen rangadók miatt imádják a Ferencvárost országszerte és a határokon túl is. Most tapasztalja először igazából, hogy ebben a katlanban milyen is nyerni egy nagy rangadót? Ja, na, en zo overwinning, als je ziet de feest, je kan zien de fanatieke publiek. Heb je al ooit meegemaakt bij andere clubs? Nog nooit meegemaakt. We spelen hier echt voor de fans. Fans zijn onze basis en ik ben blij dat ze krijgen wat ze verdiend hebben. Ilyet még nem nagyon tapasztalt, igazából a közönségnek próbálunk játszani. Nagyon örülünk, hogy örömet tudtunk szerezni, ezen az úton próbálunk tovább menni. Mennyire érzi, hogy a saját képére, arcára formálta a Ferencváros most már, hiszen jönnek az eredmények, és a szurkolók is egyre inkább a csapat mellett állnak. Fúlja, dat deze Ferencváros is speelt een manier waarop jij wilt. Ja, niet alleen zoals ik wil of jij wil, maar zoals de clubfilosofie is. Dat is domineren, dat is voetbal om kansen te creëren, om kansen af te maken. En vooruitspelen, pressing spelen, en dat is heel belangrijk. Ez úgy gondolja, hogy ez nem csak az ő filozófiája, hanem ez a Ferencvárosnak a filozófiája is, hiszen támadó futball, egy megalkuvás nélküli támadó futball, próbálunk játszani, próbálunk helyzeteket kialakítani, olykor sikerül gólt lőni, olykor nem, de próbálunk mindenképp ezen az úton tovább menni. Ricardo Moniznak és Máté Csabának gratulálunk.